szalagavató bálok hagyománya majdnem 200 éves múltra tekint vissza. A feljegyzések szerint az 1830-as években Selmec bányán rendezték az elsőt. Azokban az időkben még a hagyomány neve valétállás volt, ami a latin eredetű valéte szóból ered, jelentése éljetek boldogul. A szalag az iskolához tartozás, az identitás jelképe, melyet a végzős diákok szíve fölé az elvállás szimbolizálásaként tűznek fel. Az idén a szokásoknak megfelelően Tolnán a Szent István Katolikus Gimnáziumban is megtartották az eseményt. Pálinkás Gábor, az intézmény igazgatója egy indián történeteiről szóló beszéddel köszöntötte a diákokat. Sánta Ősz bölcsességei közül választottam három gondolatot, melyek ideillenek a mai estéhez. A fiatal indián 16 évesen, a férfikor küszöbén, törzsi szokás szerint új nevet kapott egy álombeli látomás alapján. 4 napig étel-ital nélkül ült egy veremben, a préri közepén. Az időérzéke is elhagyta, és ebben a különös dimenzióban egyik őse, Sánta Ősz képe jelent meg neki, róla kapta a nevét. Sokáig nem értette pontosan, mit jelent ez a név. Eleinte azt hitte, hogy az indián sors szimbóluma, a csapdába esett, sérült lábú őr. Látta, hogy próbál ebből a csapdából menekülni sok honfitársa, úgy, hogy megpróbál idomulni a fehérek világához. És a húsvér musztángot fém musztángra cseréli. Aztán ahogy öregedett, rájött, hogy a fehér ember is csapdában él, csak más dolgok miatt. Megértette, hogy maga az ember élet sántít sokszor, mert az út tele van csapdával. A mai este is egyfajta beavatási szertartás. Ahogy Sánta Ősz ott a veremben ülve kapott egy álombeli élet a további életéhez, úgy ti itt, a fényes teremben kaptuk a ruhátokra egy jelet, melynek üzenete van. Az igazgató a diákok gimnáziumban eltöltött hosszú éveiről beszélt, összefoglalva a nehézségeket és a jó pillanatokat is. A diákok a szalagok feltűzése után szüleikkel keringőztek. Herci Gábor tanítványai 6 osztályos oktatásban tanultak a gimnáziumban. Az eltöltött évek alatt sok változáson mentek át a tanulók. Most itt, ahogy hallgattam itt a beszédeket az idő múlásáról, itt az jutott eszembe, hogy azért, amikor ők ide jöttek, ugye 6 osztályos gimnáziumba jöttek, ők még nagyon picik voltak, ilyen 12-13 éves gyerekek, most meg már mindegyik majdnem elmúlott 18 éves komoly felnőtt hölgyek és férfiak lettek belőlük, de még azért egy érettségi vissza van, tehát azért még a célegyenesben most értünk. Én úgy gondolom, hogy pozitív lesz az érettségi nagyon, mert céltudatosan készülnek, és annyival megkönnyítették a helyzetüket, hogy nagyon sokaknak van már nyelvekből előrehozott érettségie, és most már a 12. évfolyamban arra koncentrálnak, ami őket érdeklik meg, amivel tovább szeretnének tanulni. Klem Zsolt, a 12. C osztályfőnöke elmondta, a tanulásban voltak hiányosságok, de reméli, az érettségi mindenkinek jól fog sikerülni. Nyugodt osztály volt, elég lazán vették az évet, de az érettségi szó hallatán bizony összeszorul a gyomruk, azt már látom most. Egyre többször elhangzik ugye ez az érettségi szó, most itt a célegyenesben, és most bizony tisztán látszik, hogy a felkészülés nem csak az utolsó évre kellett volna szorítkozzon, most be kell hozni a lemaradást. A igazgató is mondta, sprintelni kell a végére. Nem mindenkire igaz ez, mert azért az osztály egyharmada céltudatosan, egyharmada túlélésre ment, általában a fiúk, ez ismerős, egyharmad pedig a bizonytalanság miatt, mert még nem tudta, hogy mi lesz a jövő. Most februárban már dönteni kell, hogy ki hová jelentkezik, és az érettségével kapcsolatban ez is egy
komoly feladat most nekik. A táncpróvákat az osztályfőnök is végigkövette. A tánc egy páros tánc lesz, társas tánc lesz, egy keringőt fogunk látni, és bizony a keringőben a fiúnak kéne vezetni és átvenni az irányítást. Hát úgy látom az osztályomban azért inkább a lányok azok, akik ezen a területen jeleskednek, és a fiúk a nagy mellényüket kicsit le kell, hogy vessék hozzá. A diákok nagy erővel készültek a táncokra, mondta Kis Barbara. Bécsi keringőt fogunk táncolni, és a szeptember óta heti egyszer egy dupla órán próbálunk, illetve hálásak az osztályfőnökünk, a tesi tanárunk, úgyhogy az utolsó két hétben a tesi órákon is próbálhattuk, kikérhettük a párjainkat órákról, úgyhogy hálásak nagyon sokat tudtunk próbálni, összeállt szépen a tánc, elég pörgős lesz, sokat forgunk benne, meg minden, úgyhogy kellett a gyakorlás, de hála Istennek már nagyon jól megy. Hát én nagyon élveztem, én nagyon szeretek táncolni. Néhány lépést azért úgy néztünk, hogy akkor ezt most hogy is kéne csinálni, de elsőleg a tanár úr nagyon rendes, úgyhogy elmutogatta, ahányszor csak kértünk, meg lelassította nekünk, meg lassan mutatta, meg akkor újra próbáltuk, akkor megint megmutatta, úgyhogy hála Istennek a nehézséget is hamát tudtuk ugrani. Halász Máté pozitívan gondol vissza az itt eltöltött évekre. Én nagyon jól éltem meg ezt a 6 évet, mivel nekem nagyon jó tanáraim voltak, és sok osztálytársam viszont elment, de nagyon örültem neki, hogy így egy ilyen nagyon családias légkör maradt itt nálunk, és én nagyon meg vagyok elégedve itt a teljes tanítási rendszerrel, a tanáraimmal, és nagyon örültem neki, hogy itt végezhettem. Leginkább a családias légkörben eltöltött pillanatok voltak, leginkább a tanárokkal együtt töltött idő, a felkészülés, az érettségre is. Víg Vivien is pozitívan számolt be az elmúlt évekről. Jó élményeim vannak, az biztos. Rengeteg osztályprogramunk volt, rengeteg iskolai, akár versenyek, akár testneveléssel kapcsolatos programok. Úgy gondolom, hogy az iskolánknak nagyon színes körű a tehetséggondozása is, illetve a tanárok segítségével úgy gondolom, hogy elég jól fel fogunk tudni készülni az érettségi vizsgáinkra. A diákok jövő év május és júniusban tesznek érettségi vizsgát, amivel lezárják középiskolai tanulmányaikat.